szessziónk utolsó előadása Sági György nevéhez fűződni, hogy Lőz József kalocsolás és a megbeszélései, Angari Gascony, Budapest, ő nem tudom, hogy angol vagy francia, de mindegy, budapesti angol előadás. Angol követte 1945-ben. Ezek a halakú? Hát nem, majd megfűződő, mikor? Tehát magikári források alapján.
mindig arra törekedett az idő alatt, ami politikai missziót vezette, hogy ne avatkozzanak meg közvetően a magyar gyerekbe. Kész volt mindenkivel találkozni, ha egyetértek vele politikai vagy ideológiai szempontból, ha nem. Itt ugyanúgy fogadta Grösszi, és például hajlandó volt beszélni Rákosi Mátyással is. A Grösszések és köztöntétől két találkozó négyszer közti megbeszélésként zajlott le a felek között. A jelek szerint a Hungurútól a másik útján Grösszések 51-es valomásában is utal arra, hogy Bárgyámos vele volt a Hungurút követnél. Fetlenül ő volt, aki tolmácsolta, és Grösszi nem beszélt a Hungurút. Az első találkozóra mindenütt május 28-án került sor. Az érsek fejezési alapján nagyon szívélyes fogadtatásban volt része a követnél, akivel másfélás tartalmas diskurzus folytatott. Gaszpony másfél oldalas beszámolt tártott össze Július folyamán a magyar főpappal megbeszéléstől. Ezt a saját kormány alakja jutatta, illetve a megbeszélési szöveg pedig Rómába került eljutatásra a Baposi Szentszékhez, akkor itt állt kollégájához. Itt tehát a Sir Francis Darcy Osborne követ közvetésére jutották az államtitkársága, Július 8-án. A szűk elvéd egy hónapban késő találkozó után. Ezt a tervezőnek a tájékoztatót a pápa pedig Július 29-én maga is olvasta. A beszámolóban rögzítette a követőre érsek a nem sokkal korábban, május 24-én tartott püspökkari konferenciát követően, a követő napokban érkezett hozzá a találkozóra. A püspök társadalmának a megbízásából is egyúttal, hogy a magyar egyház állapotáról beszámoljon. Grösszi elmondás szerint a szovjetek részéről nem tapasztaltak külső beosztást a tekintetben, hogy az egyház normális működését nem érte gát. A szertartások a tulajdonos megtarthatták, azok a szokásoknak megfelelően előadott számokra például a követnek. A hitoktatás is akadályok nélkül folyhatott továbbra is az iskolában, ha erre volt lehetőség. Velük szemben azonban a magyar kommunisták elégeztek a pályokat állítani. A püspökök között kapcsolattartást ehhez hozzá viszont elakadozó volt, ez hozzájárult az is, hogy a háború után a lerombolódott az infrastruktúra. Maga az érsek is két nap alatt ért fel Budapestre, Tomaskocsival. Az érsek részletesen leszámolt a magyar kommunisták és politikai rendőrségnek a viselt dolgairól, azt mondja, hogy egyéb hivatalos rendelzésén is úgy lehet, hogy a politikai rendőrségnek a túlkapásáról tisztában volt, és ő is aggodalmat kísérte, meg a brit kormánynak sem igazán tetszett. Lényegében az érsek által elmondottak alapján kettőség borzott ki a fentő alapján, míg a szovjetek részéről az érsek elmondás alapján üldözést nem tapasztaltak az egyház működésében, hanem a hiányát cserébe akkor vagy a kristály bepótolták. Szóba került az újlet földreform is, melyel az egyház részéről egyetértettek volna, ha a kivitelezés megfelelően valósult volna meg. Aggodalmát fejezte ki a főpap a korábban a földekből betelő jövedelem, mondjuk a módlás elmélet, ugye akkor a Katics intézményháborúnak a jövőjét látta veszélybe. Az angol diplomata elmondás szerint válaszában az érsek beszélt, a Dasszonyát mutatta, hogy próbálta, válaszában az érsek beszélésnál ez a dologhoz. A Rómában jutott beszámolják a útjénik azonban, hogy kevésbé érezhetően fegyértőnek a helyzetet látta a követ, mint az érsek. Átvertének értékelte, hogy majd változik még helyre minden a dolgok. A érsek ennél szkeptikusában látta ezt. Időből azonban a második jelentés idején már látszik, hogy a baszkon is ágyaltabban fogalmazná. Grösszi érseknek Gaston történet következő második találkozójára legyen július 23-án körül sor, ezúttal is két napi lakáskocsitással ért fel a fővárosba. A követtől értesült az érsek, hogy valójában már működ, korábban akartanak vele újra beszélni, de nem jutott hozzá az információ. Közel két órás diskurzus zajlott a kettő között. A diplomatának erről a megbeszélésről készített jelentéséből kiderül, hogy
azt még azon a napon megírta a Churchillnek címezve, küldt el, és annak másnaptak bekerült, átigyelik, hogy ez a menetrendel a szentéki követségre és ugye a látszikkássága, így a pápa is tovább jutott a magyar egyházi és az állami állapotokról. A dokumentumon szereplő fejezés szerint a pápa szeptember másodikán olvasta ezt. Jelentésében tematikusan beszámolt a beszélgetésre elhangzott gasztony, néhány fontosabbat említett. Elsősorban mindent földre fogjuk megint szóba. A birtok helyzet kapcsán konstatálás jött, hogy ugyan birt vagy egy részét a egyháznak visszakaphat, egy igényelhetnek ők is földet, de ezekről a kormány részéről is olyan irányú szándék unatkozott, hogy támogatni kívánják az egyházakat, az intézmények fenntartása fenntartható, fenntartható működhessen tovább majd, ilyen csorba. Az érsek ezzel szemben is továbbra is rendkívül szkeptikus volt, álláspont ez nem javult semmit a helyzet, amit sem májusban találkoztak. Sőt, ami szerint sokkal rosszabb volt ennek, hogy akkor már a helyzet. Feltem már szebb volt, hogy magával a feladosztáson nem volt problémája, a püspöknek Gőznek sem, a reform szükségségét nem jutatták, csak ugye kívülről. Érdekelte a követet az is, hogy mi az érsek élménye, milyen változás történt, amúta a jogrendben, amúta a utoljára találkoztak. Érde jogbiztonság ilyen az országban. Gőzszúzsebb ez röviden rosszul, nagyon rosszul készítette. Két papjának a esetét hozta föl, Gerner István, a Polcsény Asszenyának a rektora volt, a holandfeste virtuális Szörényi Andor, akiket azért tartóztattak le, mert 5 évvel korábban a helyi sajtóban megjelent 4 cikk, amiben a Marxi atrétikus ellenzéket írta. A megszálló szolgáltatónák felhozogatásról is beszámoltak, tanulók követnek, itt azt nem hozta fel, de napoljából is tudjuk, hogy különbséget tett a szolgált tisztek és a közkatonák között. Előbbiekkel szerintem jó és diplomatikus kapcsolatot tudott helyzet kapcsán kiépíteni. Ugye a helyi viszonyok a háború utóztatásokról függetlenül jobbak voltak, mint mások. Ennek is köszönhető, hogy egy Polcsa megnemzőként él az érsekről utókorán művezetében ott. A soron következő Magyarországi Nemzetgyűlési Választások témájára áttérve közösségek leszögezte, hogy a kommunisták célja mindenképpen az, hogy a mielőbb megtart, ő megtessék, ez ugye a novemberben volt, majd. Elmondta, hogy a véleménye szerint mindent elkötik a szovjetekről, majd ezt elcsalják, adta a választást. Ezzel együtt azonban meggyőződése volt az érsekben, hogy a kommunisták nem csak a soron következő, de bármelyik azt követő választást is el fogják nyitni. Érezhető volt, hogy szerint a társadalmi elutasítások nagyon nagy az országban. Telepi Géza, jobb vallás és közöttartási miniszternek a személyét ő hozta föl, az érsek. A helyzeté felé aggódott, tekintve, hogy a jobb az konstruktívan próbált hozzájuk az egyházhoz hozzáállni és segíteni. Tartottam, hogy ha megnyilvott együtt a kormányban, kérdő akkor a megfelelő a kommunistáknak érkeznek így rajta pusztuljuk. A diplomata, és ezért kérte, hogy az angol diplomata segítsen a történet. És hát azt mondja, csak annyit tudott elvállalni, hogy a miniszterelnök irányában közvetítői fog, a véleménye az volt, hogy a miniszterelnöknek Miklós Bélának a kormányőben elég is úttalan a szavan, nincs igazán. A főbb a bátorságban is hangsúlyoz, hogy a követ tegye meg mindent, hogy Magyarország fennálló helyi helyzetén segítsen, és erre ösztönözze a brit kormány is. Ugyan kifejtett, hogy a hitek hűséges a egyházhoz, de az ország demokratikus kibontakozása a vagyonkartát küzdett. Tehát az egyház is nehézséget ütközik, hogy a megfelelő teretesen mindegy. Gasztony megjelentette, hogy Magyarországon nagyon nagy különbséget tapasztalt a náluk a demokrácia, meg ami keleti típusú demokrácia írta le, amit így tapasztalt. Korábbi beszámoljával eltérve, tehát amikor az első lehetést ott, ekkor már óvatosabban foglalkoztat, hogy milyen tempóval valósulnak meg a háború utáni Magyarországon a demokratikus berendezkedők is. Ekkor érezhetően már kevésbé látta optimistán, hogy hamar ez rendeződhet. És ugye a bizonyos árnyék állapot az hamarabb végül igazából lezajlott.
Grőszérsek megköszönte a követnek, hogy a kommunikációs folyosókat biztosít számunkra Romával. 45. szeptember 2-án kelt nevezetes 15. Pius pápa az intézet levelének eljutatásához is ezt a végtudtat választotta. Ilyenkor 16 oldalas drámai hangjegyzőjű beszámolóban tárt a pápa és a magyar egyházis a helyzetét. Ebben a levelében több rasszonynak már korábban is említett problémáról áttekintő beszámolót jutott a katolikus egyházszínek. A jelentés Csárgyelek és a Jószágkormányzás és Gyertvai Péter és titkárat talált a követnek nyitott politikban. Ezt a következő korábban nyitott politikában. Politikai okokból a későbbiekben egy levelének tartalmát, de a Gaszkonya valamilyen valamit a Markus Söpfeld amerikai követelő találkozóit is elfordulták a koncepciós perében. Az természetesen nem bennük fel problémaként akkor, hogy folytatott megbeszélést Georgi Puskin szolgálat követel is. Az angol és amerikai követel folytatott megbeszélései kapcsán felhozták, hogy bizalmas feladatokat idegen hatalmaznak átadott, vagy éppen lehetőség volt arra, hogy ehhez arról hozzájuthassanak. A fent említett Gaszkonyban keresztül a Vatikánba a 12. Piusnak eljutott 45. szeptemberi jelentésének elkészítését vették a legrosszabb néven a térségtől, mivel az nem csak az egyház, hanem az ország gazdasági és politika helyzetről is tartalmú információkat. Legrosszabbul a tangó követ is itt maradhatott a további hatalmas előtt. Összességben a lakosok is szentszékelő tartalmú illegális kapcsolatok felhasználását is feladták ilyenkor neki, ide sorolták a követségekhez a kommunikációt a Vatikánnal is. Köszönöm szépen, hogy jöttem, hogy